Na, indulunk az E3-ra. Az E3-ra. Jön értünk Julio, egy Toyota. Mivel jön? Corollával? Van ott Julio? Nem jössz? Julio? Csináld meg a felvételt, hogy indulunk az E3-ra. Az a helyzet, hogy itt fogok bejönni, Sirin egy másik sorba állt, úgyhogy... Hello. Thank you. Úgyhogy hozzácsapottam ilyen japán fiúkhoz. Frankon beengedtek. Na, ez nagyon érdekes lesz, srác. Azt sem tudom, hol vagyok egyébként, tehát hogy mit keresek itt. Hát ahogy láttátok, hogy gyorsan felvettem, hogy a VIP-nál jövök. Az új barátaimmal így jövök. Nem beszélnek semmilyen nyelven. És így úgy teszek, mintha így velük jönnék. Úgyhogy Sirin egy másik sort választott, szerintem ő még valahol kint lehet a tűző napon, én pedig itt vagyok bent az árnyékban. Hát itt ez van. Nyilván benn vagyok. Van egy ilyen pre-show event, mert ugye itt korán jöttünk. Én már benn vagyok, én már vásároltam, itt lent azért nem is vészes az ár. Így VIP-ba beelőztem mindenkit, mutatom, jó? Így ott állnak az emberek. Meg itt kényelmesen ülök. A japán barátaimmal, akiket igazából nem látok már, nem, ott tök egyformák, úgyhogy nem is tudom, hogy hova vannak. Na mindegy. Ha, iszok érzek. Ott a kapu, Siri meg még sehol. Egyébként arról jön majd be. Várjál már. Egyébként majd arról jön be, hát nem tudom, hogy hol van. Még sehol, úgyhogy bemegyek gyönyörű szépen. Szétnézünk. Aztán találkozunk. Biztos valahol, bár mondjuk itt több százezer ember van. Na, kis japán barátaim! Garantálták nekem azt, hogy még előtte bejöjjek. Persze már ilyen... Nem is tudom, hogy kik lehetnek itt ilyen mérje fűtfürütjök. Nincsenek még sokan.
gyerek, bassz meg! Wow! Én meg egész a basztól féltem, hogy elvitték mexikói szervkereskedők. Yeah, boy. Én elmentem a Konamihoz, elmentem a Nintendohoz, és is semmire nem volt időm. A Nintendo-nál játszottam egy fél órát nyomtam a Smash Bros-t, érted? A ezékkel. Azt én is a nyomtam. A buszokkal. Igen? Jaja. A azon buszokkal. Kívül beálltam sorokba, bazd meg, én a rohadt izé. Egyszerű ember. Egyszerű ember, fia. Ültem a vérali szimulátorba. Spider-Man. Black Ops. Minden volt. Hát, hogy rohadjál meg. Full extrás volt. Fú, de utálat. Fú, de rohadt utálat. Full extrás volt minden. Fú, de utálat. Oké, okay, de én a parkolóban vártam 3 órát. Hát, az is igaz. Mert sokra mentem azzal, hogy én benn voltam előbb, voltam 3 játékot megnézni, ami azon kívül, amire volt beszélve. Mert álltam sorba. Még a Wolfenstein-t is kipróbáltam Switch-en. De király az, de. Az, azért Wolfenstein... Nem elem. Switch-en! Resident Evil 2 remake? Olyan, úgy néz ki. Júj, de kinéz! Aj, ez a csávó! Te! És érted? Úgy mentem, mint a VPI. VIP. Hova megyünk? Nem tudom. Mindegy, menjünk. Itt annyian vannak, hogy hihetetlen. Hívjak egy Uber? Majd arra lejjebbről. Jól van. Még egy vegyüljön a tömeggel. Hát én egész nap a tömeggel vegyültem, nem úgy, mint egyesek. Hátsó ajtó, minden, itatás, eszetés. Minden volt. Mentem én is az Activision, hát nincsen már időpont, sajnáljuk. Bezárt. De neki mi? Van. Mi? Figyelj, mutizom a fotikat, jó? Pókember kéne fényképezni a ház oldalba? De hogy is? Hát mit csináltál? The Game Awards, December 6th, Microsoft Theater. Ott van Norman Reedus-szal. Ott van a izével. Nem, ez egy másik csaj. Az kicsoda? Hát ezek ilyen random nők, akikkel így fotózgattam magam. Hát abban visznek másik VIP-ba? Smash Bros. Nem tudom, kiket mutogatsz. Hát ez az. Szegás csajok. Ezt mutasd. Várjál. Van egy jól oldítok vele. Fullba, érted? Második egy fotót csináltak, az jó van. Ezek nem ötöntem le? Fölültem a Fortnite-os lóra. A pinyátára, fölültem a pinyátára, a Fortnite-os pinyátára. Cosplay-esekkel fotózgattam magam. Engem csak a zombik ettek meg, baszki. Én meg álltam a sorokba, amíg ez szórakozik. Hát ilyet. Jó van, na. Nézzek a fejét. Nézd. És ledobott a picsába? Kriszti fölvette. Számát elkérted, remélem. Persze, nyilván. Majd nálam megnézitek, érted? Persze ledobtál. Ledobott. De tovább írtam, mint a többi. De hát ez csúcs. Ja, de hogy jutottam be? Várjál. Úgy jutottam be, első körbe. Beálltam ugye a sorba, ahol kellett. És így
három ilyen japán csávó, hát ültem, tudod, csak a Harakirit meg a barát nyomták, meg a Konnyicsivát, és így mondta nekik a biztonsága, hogy mehetnek ők. Hát én is mentem, én is ott álltam. De nem beszéltek angolul, és így kérdezték, hogy én is velük vagyok, hagyom a hadőrök, most mondom, persze én is. És így mentünk, és így VIP, azt mondom, és vettem, hogy a VIP, és mentem a VIP-ba, értem én is. És már benn voltam, mikor ugye rájöttek, hogy én nem vagyok velük, mert ott volt egy japán, aki beszélt. Az ő visszazavartok a sor végére, de majdnem bementem. Hú, nagyon durva volt. Ott ilyen mexikóiakkal dumálgattam, meg szincsesztünk, meg mariókartoztunk. A sorba? Persze. Feketékkel nyomtunk, bandázás volt, kajáztunk. Bandáztunk, kajáztunk lent a közébe, Powerade volt, szendvicsek minden. Úgyhogy... Na, így a végére még annyit szeretnék elmondani, hogy... Hogy láttátok a videót, jönnek még videók, mert nagyon sok mindent felvettem, de nagyon sok mindent még felvettem, és ez egy ilyen kis montázs, egy ilyen pici kis dolog az E3-ról, tehát nagyon jó volt, Playthez semmi köze, sokkal nagyobb volumenű, sokkal jobb. Na most, ami a végét itt láttátok, ugye Sirin, hogy el volt álljóba, hogy én mit csináltam, na most nem derült ki szerintem a videóból, hogy ez mi volt. Az volt, hogy ugye én voltam a Gamer Passos csávó, aki, ahogy mondtuk a videóban, és a hamburgeresnél mögöttem ott állt Christy Evans, és én az ő nevét már hallottam, és láttam a badge-ét, hogy ő kiállító, tehát neki volt a legdurvább jegye ott körülbelül, Take-Two-s kiállító, és lefotózkodtam vele. Majd lesz külön egy olyan videó, amiben így megmutatom, hogy kikkel fotózkodtam, meg mit csináltam, milyen extrákat csináltam. Amit valószínűleg mások nem. Tehát nem is, hogy valószínűleg tudja, hogy nem. Tehát ez az én egyedi sztorim. És lefotózkodtam vele, és el volt ájulva, hogy én miért akarok vele fotót, hiszen ők nem szokták felismerni, tehát ő kijön ide nyugodtan, tehát így senkit nem érdekel. És mondtam, hogy hát én ismerem, hát én tudom, hogy ki ő, és tudom, hogy Take-Two-s, és stb. És akkor elkezdtünk ott beszélgetni, míg vártuk a hamburgert. Elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, hogy mi újság velünk, hogy ugye a kollégámnak van az Industry Pass-a, én ugye lent vártam, bár majdnem bejutottam a VIP-ba, de a végén mégsem, és hogy sorba kell állnom mindenhol nagy a sor, stb. És így, mit szeretnél megnézni? Hát és én mondtam, hogy hát amit csak lehet. És akkor ő mindenhova bevitt, tehát az ő jegyét fölmutatta, ő ismerte ott a többieket is, úgyhogy mindenhova bementünk, sorbanállás nélkül mindent, de mindent ki tudtam próbálni, srácok. Tehát ültem a V-Rally szimulátorba, a Forza szimulátorba, a Resident Evil 2 remake-et megnéztem, a Walking Dead játékot megnéztem, hát ott ugye se fotózni, se videózni nem lehetett, hiszen hát ott arra azért nagyon ügyeltek, nem véletlen kell 3 órákat sorbálni, meg voltak ilyen nagy dobozba, de hátul ugye bekopogott, mutatta, hogy ki el, mondta, hogy vele vagyok, és hogy mutassák meg nekem, bementem, megmutatta, játszottam, kaja, pia, minden volt, mi VIP részlegben benn voltam mindenhol. Tehát olyan emberekkel találkoztam, hogy tehát nem tudom, tehát egy ilyen rejtett kamera kellett volna, de nyilvánvalóan nagyon hálátlan egy disznó lettem volna, hogy egy ilyen rejtett kamerával fölvettem volna az egészet. A lényeg az, hogy ugye nagyon sok fotót csináltam, tehát ezek az attrakciók, hogy beülsz a zombis, ugye rezidentes kocsiba, akkor a Fortnite-os lóra felültem. Ma majd meglátjátok, normál időszel lefotózkodtam, Kratosszal fotózkodtam, Spideyval, ugye Pókemberrel lefotózkodtam, mindenféle, mindenkivel lefotózkodtam, az a lényeg, még random emberekkel is, úgyhogy számomra nagyon jó volt az E3, ez volt az első nap, amikor így minden összejött, utána a második napon már csak annyi volt a dolgom, hogy bemegyek, fölvettem ezt, azt, fotózkodtam és élveztem a showt. De én már nem volt az a kényszer, hogy jó, hát ezt is ki kell próbáljam, azt is ki kell próbáljam. Igazából minden meg volt. Nyomtam Black Ops 4-et, FIFA 19-eztem, Switch-en is kipróbáltam a FIFA-t, tehát nagyon jó volt. Igen. Nagyon jó volt, azt kell.
Nagyon jó volt. No, köszönöm szépen, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és jönnek a többi videók, hiszen még itt van az E3 második napja, illetve voltunk a gettóba, véletlen. Nagyon nagy tévedés volt, elmesélem, hogy hol laktunk, hogy milyen Amerikába kijutni, hogy lehet, stb. Stb. Lesznek vlogok a továbbiakban is, napokon belül. Köszi szépen!